Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Én Vetési Nándor vagyok, önök pedig a Cselekvő Szeretete című magazin műsort hallják az Erdélyi Mária Rádióban, amely a gyulafehérvári Caritas műsora, melyben szeretnénk bemutatni önöknek munkánkat, életünket, és azt, hogy hogyan is próbáljuk a mindennapokban a szeretet szolgálatát érvényesíteni. És lássuk is a mai műsor tartalmát. A mai műsor első felében Csíkszeredába fogunk utazni, még ha csak gondolatban is, hiszen a csíksomlyói tűzvész károsultjairól lesz szó. A kezdeti 252 helyett már csak 122 tűzkárosult tartózkodik a csíkszeredai Erős Zsolt arénában, akik egyelőre meghatározott program szerint élik mindennapjainkat. A gyulafehérvári Caritas és a Máltai Szeretetszolgálat számos olyan tevékenységet szervez számukra, amely segítségükre válik az iskolában, a munkaerőpiacon és a családon belül egyaránt. Az ott működő tevékenységekről, a jelenlegi állapotokról, helyzetekről kérdezem a mai műsorban Hompot Hanna, csíkszeredai regionális koordinátor kollégámat. És természetesen a mai műsorból sem maradhat el az állandó rovatunk, a mai adásban is jelentkezik Sajgó Balázs atya rovata, a heti útravaló. Többen is munkába álltak az Erős Zsolt aréna ideiglenes lakói közül, adtuk hírül nem is olyan régen a honlapunkon, a www.caritas-ab.ro honlapon. És bár továbbra is kérdéses, hogy a födél nélkül maradt családok hol fogják tudni folytatni életüket, számos nagyszerű dolog történt az elmúlt hónapokban, a kicsikkel és a nagyokkal egyaránt. Többen munkába álltak, állandó tevékenységek indultak el, melyek a családok és a gyermekek szociális felzárkóztatását szolgálják, és naponta a változó programok jelentek meg. A vonalban nagy-nagy szeretettel köszöntöm munkatársamat, Hompot Hannát, a csíki régió koordinátorát, aki a kezdetektől jelen van az arénában. Szia Hanna, szeretettel köszöntelek! Szia Nándor, szeretettel köszöntlek én is téged, és a kedves rádió hallgatókat is. Most már egy komolyabb időperiódus telt el a kezdetek óta, számos dolog változott, viszont a sok-sok változó tényező közül azért vannak most már olyan dolgok, amelyek állandósulni látszanak, és ezek az állandó programok, amelyeket a civil szereplők, a gyulafehérvári Caritas, valamint a Máltai Szeretetszolgálat közösen vagy külön-külön épít és próbál segíteni a közösségen. Hanna, milyen a hangulat most az arénában? Te hogyan látod, milyen az emberek lelki állapota? Az általános hangulatot a várakozás határozza meg, azt hiszem, próbálják türelmesen kivárni, hogy megoldódjon a sorsuk. Elsősorban, ami a lakhatásukat illeti. Vannak jobb napok, vannak rosszabbak is. Néha türelmetlenek vagy fásultak, néha kilátástalannak látják a helyzetüket, máskor pedig reményteljesek. Bizakodóak, és azért ki kell mondjam, hogy nagyon hálásak. Egy ekkora közösségben, egy térben élve könnyen befolyásolják egymás hangulatát. Van, meg tudják erősíteni egymást, ha szükséges, de azért könnyen hittegetten telik el a napuk. De mindenképpen hihetetlen a közösségi erő, amivel ők bírnak. Annak ellenére, hogy eltett már 3 hónap, amely idő alatt sokan mellettük álltak, úgy a városlakók, mint az önkormányzat, olyan intézmények, mint a Hargita megye tanácsa, vagy a gyermekvédelmi felügyelőség, vagy a Szántos János iskola, és olyan civil szervezetek, mint mi a gyulafehérvári Caritas, vagy a Máltai Szeretetszolgálat, azért ők még mindig könnyen gyanakvókká válnak, hiszen az elmúlt 30 évben nem igazán tapasztaltak törődést.
Kezdetben 252-en voltak, mára azonban csak 122-en maradtak az arénában. Pont egyébként akkor beszéltünk legutóbb az Erdélyi Mária rádióban is az Erős Zsolt arénáról, illetve a tűzkárosoltakról, amikor tulajdonképpen egy komolyabb fordulat volt az ott élők életében, hogy egyesek úgy döntöttek, hogy visszamennek, vagy máshol próbálnak fedélt keresni a fejük fölött. Miben változott a helyzet, amióta kevesebben vannak az arénában? Nagyon sokat változott. Talán egy kívülállónak nem is tűnik fel a változás, mert sokan csak annyit látnak, hogy még mindig ott vannak, és hogy azt hiszik, hogy ez a helyzet meg is felel számukra. De nem így van. Ugyanúgy, mint bárki, egy saját élettérre, egy életritmusra vágynak, mert ma még az arénás körülmények között mások szabják meg, mit lehet, mit nem lehet, mit tehetnek, mikor tehetik. És ami nagy változás az, hogy mára már jól meghatározott program szerint telik a napjuk. Az önkormányzat megbízásából különböző szociális szolgáltatásokban részesülnek, amely a saját, a gyerekeik, a családjuk fejlődését célozza meg. És szívesen részt vesznek ezeken a tevékenységeken. És ha már említetted ezeket a tevékenységeket, akkor egy picit mesélj ezekről, hiszen két csoportra tudjuk őket sorolni. Az egyik része az az állandó tevékenységek, amelyeket már te is említettél, és talán kezdjük ezekkel, milyen állandó tevékenységek vannak, milyen állandó program van jelen pillanatban az arénában. Hát elsősorban ezek a tevékenységek igényfelmérésre vannak alapozva. Három állandó kollégával dolgozunk ott jelenleg az arénában, és a munkájukat sok önkéntes segíti. Az állandó programunk, amely napi szintű, az a gyerekeknek van, ami azt jelenti, hogy minden hétköznap 10 és 13 óra között tanodát tartunk vakációs időszakban minden gyereknek, máskor azoknak a gyerekeknek, akik nem járnak iskolában. Ezek során olyan fejlesztő tevékenységeken vesznek részt a gyerekek, amelyek felkészítik őket az iskolás évekre. Az iskolából hazatérő gyerekeket is segítjük, tehát a házi feladatok megoldásában, és a programokban a Máltai Szeretetszolgálat is szerepet vállalt, például minden második héten ők biztosítják a tanodai tevékenységet. Ez mellett a hét minden napján különböző egyéb tevékenységeket is tartanak úgy felnőtteknek, mint gyerekeknek is. Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is vannak foglalkozásaink, kézműves foglalkozások, amelyeket kollégák vagy önkéntesek vezetnek. Keddenként Sepsiszentgyörgyről érkeznek kollégáink, az úgynevezett szuperár tevékenységet hozzák el az arénába, amely egy különleges zenepedagógiai módszert takar. Szerda délelőtt az édesanyák és a kisgyerekek mondókázós tevékenységen vesznek részt. Csütörtökön egy korai nevelő tevékenység szerepel a programban a kisgyerekek és anyukák számára, délután pedig egy nőklubban különböző nőket érintő témákat beszél át az asszonyokkal egy családsegítős kolléga, szintén Sepsiszentgyörgyről. Ezen kívül heti két alkalommal még román nyelvtanulás is szerepel a programban, és péntekenként pedig pályaorientációs programokat tartunk számukra. És ha már említetted a pályaorientációt, akkor egy picit beszéljünk arról is, hogy segítitek a felnőtteket abban, hogy amennyiben szeretnének munkába állni, és miért ne szeretnének, akkor őket segítitek abban, hogy munkahelyhez jussanak, illetve, hogyha jól tudom, akkor alfabetizációs csoport is indult a felnőttek számára. Igen, van alfabetizációs program is számukra, heti két alkalommal. Itt írni és olvasni tanítják az érdeklődőket a kollégák, de van, aki csak azért jár az alfabetizációs foglalkozásra, mert szeretne helyesen megtanulni írni. A munkába állással kapcsolatban hát jó érzés, és szinte személyes eredménynek tudjuk be, hogy hét személynek sikerült munkába állni. Tulajdonképpen egy-egy családfőnek a 29 családból. Tehát ez egy partneri csapatnak a közös eredménye, hiszen ebben a feladatban részt vállaltunk mi is, de az önkormányzat és a megyei tanács is.
Tehát természetesen legtöbben szeretnének mihamar munkába állni, és folyamatosan keressük is erre a lehetőséget. Melyek a következő lépések, Hanna? Mit lehet tudni arról, hogy a jövőben hogyan oldódik meg ez a helyzet, hiszen jól tudjuk mindannyian, hogy örökké az arénában nem élhetnek, és nem is szabad, hogy ott maradjanak, hiszen ez számukra is, családjaik számára is nem a megfelelő élettér. A jövő még bizonytalan. Egyelőre azt tudjuk, hogy milyen irányba indultunk el. A következő lépés az lenne, hogy kiköltözhessenek az arénából, normálisabb körülmények között élhessenek, és persze lépésről lépésre el kell jussanak oda, hogy saját egzisztenciát tudjanak teremteni maguknak. Legyen az szociális lakás, vagy bérlakás, vagy ha saját lakás, de hogy tudják azt fenntartani. A szándék, az akarat megvan bennük, és együtt is működnek a meghatározó szereplőkkel ennek érdekében. Mi a Gyulafehérvári Caritas szeretnénk végigkísérni őket ezen az úton, hosszú, tanulással teli, sok lemondással, sok kompromisszummal járó folyamat, és nem csak részükről szükséges a változás, hanem a többségi lakóság, társadalom részéről is. Elfogadóbbnak, toleránsabbnak és nyitottabb szívűnek kellene lennünk. A kezdetek kezdetén András Lóránddal beszélgettünk arról, hogy mi mindent hozhat magával pozitív dolgot is, akár ez a tűzeset és ez a helyzet. Te hogy látod, milyen pozitív hozadéka lesz ennek a kialakult helyzetnek, és vagy esetleg, hogyha van olyan kedves történet, amit megosztanál velünk és a hallgatókkal, ami számodra motivációt ad ennek a munkának a folytatásában, akkor akár azt is megoszthatod velünk. Én szívesen beszélek a kedves élményeimről, mert naponta van részem benne, főleg ami a gyerekeket illeti. Tehát hihetetlen nagy az a szeretet, amit nyújtani tudnak, és persze a szomjú hozzák is az. De az csodálatos érzés, hogy mihelyt belépek az arénába, akkor szembe szalad velem a több gyerek is, és körbe átölelnek, és tényleg hihetetlen, ahogy szeretni tudnak ezek a gyerekek. Hanna, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Remélem, hogy sikerült élethűen tájékoztatnunk az embereket arról, hogy mi van most az arénában, és remélem, hogy az a nyitottság, amiről korábban beszéltél, az valóban a szívekig eljut, és nyitottabbak leszünk a rászorulók, az elesettek tekintetében. Hanna, kitartást kívánok neked és az egész csapatnak, aki az arénában dolgozik állandó vagy időszakos programok tekintetében, és Isten áldását kérem rátok. Köszönjük szépen! Kedves hallgatók, kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben önök Hompot Hanna munkatársamat hallották, a Csíki régió koordinátorát, és a csíksomjói tűzesetben károsultakról volt szó, és az Erős Zsolt arénai helyzetről tudósítottunk. Most pedig következzen állandó rovatunk, érkezik Sajgó Balázs atya. Szeretettel köszöntöm az erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Sajgó Balázs vagyok, a Gyulafehérvári Caritas lelkigazgatója. Kérem, fogadják szeretettel húsvét 5. hetének útravalóját. János evangéliumának 15. fejezetében, az 5. versben olvassuk. Jézus szavait: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Olvastam, hogy annak idején II. János Pál pápától időpontot kért Teréz anya, valamilyen fontos karitatív ügy megbeszélése végett. A Vatikán felé haladva
Teréz anya meglátott az utcán egy súlyos beteget, fekve a földön. Oda ment a beteghez, megfogta a kezét, letörölgette az arcát, és hosszú időn keresztül imádkozott mellette. A Teréz anyát kísérő nővérek kissé idegesek lettek, és figyelmeztették, hogy lekísi a pápával megbeszélt találkozót. Teréz anya ekkor a következő választ adta nővértársainak: menjetek el helyettem, és beszéljétek meg ti az ügyet. Mondjátok meg a pápának, hogy ne haragudjon, de én Krisztussal vagyok. Jézus szőlőtőnek nevezi magát, követőit pedig szőlővesszőknek. Ez kifejezi a Jézus és követői közötti egységet. A szőlővessző csak akkor él, és csak akkor terem, ha a szőlőtőként marad. A szőlőtő nem látszik, mert a földben van. A szőlővesszők látszanak, mert a föld felett vannak. Ez azt a csalóka képet keltheti, hogy nincs is szőlőtő, csak szőlővesszők vannak. Jézus nem jön velünk szembe az utcán, hanem az őt követők életében mutatkozik meg. Aki Krisztussal él, annak életében látszik Krisztus. Aki nem él Krisztussal, annak életében is látszik Krisztus hiánya. A gyümölcsök beszélnek. Én kivel élek? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, Önök a Cselekvő Szeretetet hallják az Erdélyi Mária Rádióban, a Gyulafehérvári Caritas műsorát, és a mai műsor végéhez közeledünk. Szó volt a mai műsorban a csíksomlyói tűzvész áldozatairól és az Erős Zsolt sportarénában élő családokról és helyzetükről, illetve állandó rovatunk is jelentkezett, és mivel hogy május elején vagyunk, és szeretném köszönteni az édesanyákat, ezért engedjék meg, hogy egy rövid verssel köszöntsem az édesanyákat. Mécs László, a királyfi három bánata. Amikor születtem, ilyen jeleztek nagyot, messiás mutató, különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nekem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága teljét, hogy egyszer földnek bennem kedveteljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást terített. Ma is úgy foltozza inkemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek. Szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom: miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik, a föld alatt, virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hála malom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden szín mézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. A harmadik bánatom. Isten éltesse az édesanyákat, és remélem, hogy mindenki köszöntötte már az édesanyját, aki pedig nem, az még megteheti, soha nem késő egy szálvirággal, vagy egy kedves szóval. Legközelebb két hét múlva találkozunk, addig is lapozgassák honlapunkat, www.caritas-ab.ro. A figyelmet köszöni a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!